Kedves Viktor, kérem, adjon meghatalmazást koncerti videók. Egy pár óráskára, pár millióért, köszönjük. Ha már ennyit szokottam a zacskóit, a maga zacskóit órákon át nyalogattam ebben a műsorban, kérem, rehabilitáljon, mint zenészt. Ne csak különböző kricsmikben, és különböző presszokban mulattassa. Kérem, ahol emberek táncolnak, és jól érzik magukat. Természetesen minden számlásan. És adózom. Úgy, hogy én adok pénzt kölcsön. A gazdáknak és a mentoroknak. Kedves Viktor, éljön az X-faktor. Bemenjek egy pár órát gitározni, ha gondolja, szívesen játszanék a parlamentben maguknak egy ilyen Gypsy Kings-et. Bizonyára jól tudna táncolni. Füri elvtársal. Nem tudom, hogy én politizál-e még, de maga igen. És a kedves családja is. Szeretem magukat. Fidelitas. Mind szép szó kimondani, fidelitas. Az ember igen fidelmes lesz. De vajon Fidel-e Castro? Tudja, a faszom. Viktor, rehabilitáljon minket. Csúnya őszemben leptem már, eltelt vagy 5 év. És csak presszokba zenélek. Egy kis Sámlin, egyedül. Én meg még ott sem. Ez meg még ott sem dalolhat. Odá. Odá magának reppel a szobába. Legalább rám táncol egy-két nyugdíjas, kérem. Igazán boldog vagyok tőle, hogy kölcsön adhatok a tulajdonosoknak, hogy kifizethessenek. Úgy bár tűnik szánalmas a helyzetem, Viktor. Régi módi ember lévén, kérem, segítsen meg minket, mint a magyarságot a koronavírustól. Szippantson be minket egy olyan helyzetbe, abban a kis kalitkában, amiben az Edda, az Ákos, a Demián Rozsi tartozik. Hadd legyünk mi ott, és a többieket rekessze ki a nagy bizonyi koncertet, csak nekünk négyünknek. Elmulatok én a Rózsival, kérem, már jó a vérnyomásom. Ha kell, unikumot korcsolgatok vele. A révésszel együtt a csónakba, a Soma fáról, szóval szeretjük magát. Kommentálsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentálsz, lájkolsz, megosztasz!